nem vagyok én soha részeg, csak addig, míg haza érek, iszok egy-két kortyot, azt is csak úgy szürcsölgetem, kóstolgatom, ízlelgetem, értem én a dolgot, utálom a részeg embert, mert ha ki inná a tengert, az is kevés volna. Csak józanul szép az élet, ha pontosan hazatérek, hatot üt az óra. Mert ugye vár, minek maradjon ki az ember, ha nem muszáj? Nem kell túlzásba vinni a dolgot, mindent módjával. Nem azt mondom ezzel, hogy élire kell rakni a garast, de bizonyos fokig gyűjteni kell. Én például egész nap gyűjtöm a pénzt estére, mert akármilyen kevésbe is kerül, de ingyen mégse adják. Hát miért is adnak? Nem igaz? Akkor a kutyának se kerülne. Épp az a gyönyörű, hogy az ember megvendégeli a barátait. De ezt is csak módjával, annak nincs értelme, hogy... Na nem igaz? Mert én a velterjes garázdálkodás híve vagyok. Máma nekem, holnap neked. Pardon, kegyednek. Megadom én a tiszteletet mindenkinek. Mert én egy régi ivású ember vagyok. Az ivásról jut eszembe, hogy egy új pártot alapítottam. Nem maradok én el a divattól. Nekünk van a legtöbb párt helyiségünk. Minden éjjel máshol jövünk össze tárgyalásra. Természetesen én vagyok az elnök. Pártom célja a józanság fenntartása. Józan mérlegelés trágyává teszünk minden kérdést. A tagok egymást tesztestvér megszólítással tisztelik. Büszkén állíthatom, hogy ez az ország legnagyobb pártja, s a vidéki szervezetek is a legtökélesebben működnek, hiszen tudni való, hogy magas kort csak az ér el, aki a bort haláláig vissza. Ebbe az egy tekintetbe a lelkemnek ismerete, Isten ütse tiszta, ha felmegyek majd a mennybe, Péter bácsi így szól, menj be, itt maradtem nálunk. Szent Dávid is oda baktat, azt mondja az angyaloknak, ennek muzsikálunk.